Mai vendégünk Kovács Zoltán János, tűzoltó százados, hatósági kiemelt főelőadó. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Az égés technikai berendezések is számos veszélyt rejthetnek magunkban. Mire kell odafigyelni? Néhány jó tanácsoláson el bennünket. Hát a legfontosabb az, hogy igaz, hogy már a fűtési szezonnak ugye benne vagyunk, majdnem azt mondom, hogy a közepébe, de a legfontosabb az, hogy nézessük át mindenképpen. Most sem késő még. Egy leegyeztetett időpontban kéményseprővel, egyéb gázos szakemberrel mindenképpen nézessük át a rendszereinket. Arra az egy-két óra hosszára még ők jelen vannak, nem fog kihűlni a ház, még ha a fűtést nem is tudjuk használni, de legalább utána biztonságban lehetünk, és tisztában vagyunk azzal, hogy egy olyan tüzelőfűtő berendezést vagy égéstermék elvezetőt használunk, ami rendben van és elkerülhető a későbbi baj. Ezen a télen talán többen használnak kandallót, illetőleg cserépkályhát, mint eddig bármikor. Mire kell összpontosítanunk? A legfontosabb az, hogy ha tüzelőfűtő berendezést, olyat használunk, amiben szilárd éghető anyagot ugye tudunk eltüzelni, akkor mindenképpen a tüzelőanyagnak a minőségére figyeljünk oda. Ez leggyakoribb ugye a fa. Itt a legfontosabb az, hogy figyeljünk oda, és próbáljunk minél-minél szárazabb fával tüzelni. Ugye a nyírkos fának van egy olyan hátulütője, hogy ennek a használata során nem megfelelő égés alakul ki, és egyéb szennyező anyagok tudnak lerakódni a kéménybe, a kandallónkba, a kályhánkba, ami az évek során, vagy a későbbiek során ugye kéménytűzhöz, vagy esetlegesen lakóháztűzhöz is vezethet. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm a lehetőséget.